Vannak ennek a szakmának tetőpontjai. Mindenki azt hiszi, hogy az a legjobb, amikor a világ különböző egzotikus tájain, egzotikus sportautókkal veretünk meg hasonlók, de nem. Én rég vártam annyira sajtórendezvényt, mint a mostanit, pedig csak egy 3-hengeres Toyota Yaris-t fogunk vezetni. De ezt a rendezvényt a Toyota nemzetközi rally csapata szervezi, a World Rally Team, és az autó egy Toyota GR Yaris, a frissített változat, tudjátok, a már 280 lóerős. És a legeslegjobb az egészben, hogy jégen fogunk menni szöges gumival. Lehet itt beszélni első kerékhajtásról, hátsó kerékhajtásról, de a legizgalmasabb autóvezetés az jégen szöges gumival, összkerékkel. Úgyhogy ez indul most. Egy hatalmas túra Finnországba, Helsinkibe, meg még lesz benne jó sok minden más is. Toyota rendezvényen vagyunk, és taxit kell fognunk, de most nagy a dilemma, mert a sorban legelől egy ID4 áll, mögötte pedig egy BZ4X. Engedni fogják, Zsombor? Biztos, hogy nem ülünk bele. Fizetünk egy 3 eurót, hogy elmenjen, és utána be tudok küldni a vállalatóval. Mindössze 2 óra repüléssel direktben el tudtunk repülni Budapestről Helsinkibe. Ez valami elképesztő élmény, hogy nem kell átszállni, nem kell várakozni, csak úgy simán idejöttünk. Helsinki egy tök érdekes keveréke amúgy az újnak és a réginek. Megvannak ezek a régi vörös téglás épületek, megvannak a hajók, árbóccal, mi egyébben, vitorlások, és mögöttük ott vannak a hatalmas felhőkarcolók. Nekem mégsem ez a legérdekesebb ebben a városban, hanem hogy van alatta egy elképesztő óvóhelyrendszer, bunkerek, több mint 500 létesítmény, amit több mint 300 kilométernyi alagúthálózattal kötöttek össze, így, hogyha kell, akkor a város teljes 650 ezer fős lakosságát le tudják menekíteni vészhelyzet esetén, és annyi ellátmányt halmoztak föl, hogy 2 hétig igazából el is tudnak ott lent éldegélni. Joggal merül fel a kérdés, hogy a békés finneknek miért van erre szükségük. Hát, van egy szomszédjuk, akire mondjuk azt, hogy dükkezelési zavarokkal küzd. Most pedig bedobjuk magunkat abba a cuki Land Cruiserbe, és nekiindulunk Jyväskylának, ahol a Toyota World Rally Team és a jégen csapatás vár minket a GR Yaris-okkal. Varga Zsombor, a Toyota legendás PR-ese, imádja a középkori várakat, ezért amikor sajtóutat szervez, akkor azt mindig úgy találja ki, hogy érintsünk egy-két ilyen helyszínt. Na most, mögöttem lévő vár a 13. században épült, ennél többet nem is nagyon tudok róla mondani, talán csak azt, hogy nem vasúti szerelvény, hiszen a vonat nem vár. Gondoltam, lesétálok a tóhoz megnézni, hogy elbír-e a jég, egész pontosan idáig jutottam. Úgyhogy most már értem azt, hogy miért nincsenek lábnyomok a jégen, mert hogy nem szükségük. A jégen való vezetés alapvetően mindennel szembe megy, amit az ember korábban megtanult az autóvezetésről. Tényleg, ugye, mit tanultunk? Nincs agresszív bekormányzás, ha az autó csúszik, akkor az az autó lassú, viszont itt a totális ellentéte áll fenn. Tehát, hogyha az ember meg akarja fűzni, ha az ember tempót akar menni, akkor egész egyszerűen kötelező mindig lapon mennie. És ahhoz, hogy lapon tudjon menni, shit happens, ahhoz, hogy lapon tudjon menni, ahhoz bizony agresszív bekormányzásra van szükség. Tehát az autóval megközelítjük a kanyart, pici fékkel előre terhelünk, agresszív kormányszög, és utána táncolunk a gázon, mert a szögek kihúznak. És nagyon szürreális élmény, hogy az ember eléri a 80-at, picit belebólint az autóval, és utána csak dekázgat a gázzal. Ugye itt is megvan a finom kormánymozdulat, mert megvan. De az akkor jön, amikor már elvesztettük a tapadást, és már íven mozog a bódé. Tehát onnantól könnyű gáz a játékkal, onnantól egy egyensúlyozás a késhegyen, és mindennek hamarabb kell történnie. Tehát, hogyha az ember fékezni akar, hamarabb kell fékezni. A bekormányzás, hamarabb kell bekormányozni.
hogyha el akarunk kezdeni csúszni, idő előtt meg kell rántani a kormányt. Előre kell egyszerűen gondolkodni. Ez az a dolog, ami teljesen más, és ellentmond mindennek. Lejöttünk az első körről a GR Yaris-szal azért, hogy egy kicsit levegőt kapjunk, és egy kicsit átgondoljuk a tanultakat. Na most, ez a fajta autóvezetés nagyon különbözik bármitől. Én már többször vezettem szöges gumin, de igazából szöges gumi és szöges gumi között is hatalmas a különbség. Tehát például, amikor Volvo vagy Audi sajtóúton voltam, ott úgynevezett utcai szöges kaptunk. Ez olyan, hogy aszfalton közlekedni vele tulajdonképpen teljesen normális, viszont amikor rámegyünk jégre, akkor rohadt nagyot lehet vele gyorsítani, ellenben nem nagyon lehet vele fékezni és kanyarodni. Ugyanakkor mi most olyan szöges gumit kaptunk, 225-ös gumira húztak rá, 480 darab, 3 mm-es, hát ha jól látom, a szokásos alumag Wolfram tüske jellegű szöget, de hogy 3 mm-re kiállnak, ezzel már nem lehet kimenni utcára, nem érdemes, mert rohadt gyorsan elkopik, kipattom, mit tudom én, ez tényleg erre a jégre van, ami nálok. Itt van a régi Yaris, ezzel csináltuk a pályabejárást, ezzel csináltuk a tanulást, hogy meglegyenek a nyomok, meglegyenek ennek a fajta vezetésnek az alapjai. És most átülünk az új autóba. Ugye nem kell sokat magyarázni, hogy mi a különbség, egy halom aerodinamikai módosítás, de például kaptak egy csomó visszajelzést arról, hogy az autó eleje nagyon sérülékeny. Ugye beépítettek pár extra hűtőt, például a most már rendelhető automata váltónak is van saját hűtője, viszont az a baj, hogy nagyon könnyen sérült az autó eleje. Ezért átdolgozták a páncélzatot, átdolgozták a rácsozatot, hogy egy kicsit jobban bírja az ütéseket, mert hát bizony az eleje sérül. Erre nagyon büszke a Toyota. Azt mondták, hogy minden olyan versenyzőre büszkék, akik tönkre tudják tenni az autót. A japán rally sorozatban az egyik versenyző alatt kigyulladt, szétkapták a motort, szét voltak hajolva a hajtórudak, tehát tudták, hogy gond van. Áttervezték az egészet, megerősítették, átdolgozták a motor hűtését, mindent. Tényleg ez volt a jelmondat. Ha összetöröd, akkor megcsináljuk jobbra. És versenyzőkre támaszkodtak, és nagyon-nagyon támaszkodnak a versenyzőkre. Ugye ott van Morizo, the Master Diver. Mert ugye a japán cégkultúrában nem nagyon férne bele, hogy azt mondod a főnöködnek, hogy azt a kettes kanyart úgy veszed, mint a nagyanyám. Viszont amikor Akio Toyoda beül akár Super Taikyuba, akár egy ilyen autóba, akár a Le Mans-i prototípusba, akkor ő nem Akio Toyoda, a Toyota volt vállalatvezetője, hanem ő Morizo, a Master Driver. És ilyenkor az alkalmazottai úgy kezelik, mint aki egy közülük. Mert nekik a legfontosabb egy ilyen autónál a versenypályás visszajelzés, az, hogy mi történik a pályán. Rovanperä, Ogier, Latvala, Mäkinen és még egy csomó finn. Tényleg, ha nyerni akarsz a rallyba, akkor bérelj fel egy fint, ez a nap tanulsága. Szóval, hogy ezek az emberek azok, akik miatt ez az autó olyan tud lenni, amilyen. És tényleg, ugye ott van Oliveira, észrevettünk egy csomó-csomó problémát, például, hogy ortolós bizonyos körülmények között, hogy magas fordulaton be tudnak lebegni a szelepek és hasonlók, és a versenyzők, akik hajtják ezeket az autókat, ők is erre jutottak. Úgyhogy a Toyota most pont ezeket tervezte át azért, hogy többé ne legyen probléma. Ez a létező legszimpatikusabb gyártói hozzáállás. És ez már az új autó, amiben a legjellegzetesebb benyomás, ami már a beindítás előtt feltűnik, hogy végre jó helyen ülök. Tényleg, lejjebb tették szerintem legalább 3,5-5 centivel a sofőrülést, és nyilván halljátok, hogy a motor nem pörög úgy, mint előbb. Ez azért van, mert ez most az automata változat. És bizony, fejlesztettek hozzá egy 8 sebességes automata váltót, amit nagyon közel rátételeztek, és emiatt teljesen más vezetni, mint az eddigi manuális autót. Nyilván nem kell aggódni, tehát meghagyták a manuális opciót azoknak, akik komolyan gondolják a GR Yaris-ozást, viszont ez az automata sem rossz, és bizony ennél is számoltak azzal, hogy majd használni fogják versenypályán, ezért kapott extra hűtőt és hasonlók. Amit még szintén érezni, hogy ez a hajtás, ezzel a hajtás beállítással ugye egy minimálisat játszottak azzal, hogy osztja a nyomatékot,
egész egyszerűen hatékonyabbnak tűnik jégen. Ez az autó sokkal inkább íven akar menni, mint az előd, ugyanezzel a beállítással, és hát emiatt egy kicsit nehéz is megszokni, ugye amikor a kéziváltósban leszálltam a gázról, akkor az az autó simán előre terhelt, hiszen volt motorfékhatás. Itt most az automata váltó miatt sokkal kisebb a motorfékhatás, viszont amit szintén érezni, hogy bár az előző sem nyeklik-nyaklik, az sem zörög, az sem nyikorog, ez az autó a megnövelt hegesztési pontok számának és a sokkal több ragasztó alkalmazásának hála, ez az autó még merevebb. Valamint egy picit újabbak a szöges gumik, és a pálya állapota is változik ugye óráról órára, hiszen most már szerintem mentünk már vagy 800 kört, hogyha itt összességében számoljuk. Szóval igen, ez egy hatékonyabb, gyorsabb autó, nekem még mindig kéziváltóval kéne. Nagyon érdekes kérdés, hogy miért vagyunk itt, hogy miért hoztak minket pont Jyväskylába. Na most, Jyväskylä tulajdonképpen a finn rally hazája, és itt értettük meg azt, hogy ez az autó legalább annyira finn, mint amennyire japán. Ugye a fejlesztést ben részt vett Tomi Mäkinen. Tomi Mäkinen a VRC történetének egyetlen olyan pilótája, aki pilótaként és csapatfőnökként is világbajnokká tudott válni, hát világbajnokká konkrétan a Gazoo Racing színeiben. És ez a környék, ez nagyjából az otthona a finn rallinak. Itt tartják az Ezertó rallit. Amúgy tudjátok, hogy miért hívják Ezertó vidékének a környéket? Mert pontosan 187 ezer tavuk van. Igazából minden tó a helyi szabályok szerint, aminek 500 négyzetméternél nagyobb szabad vízfelülete van. Na de, a lényeg, ez a rally világának egyik legkeményebb, legembert kívánóbb és legdurvább kihívása. Hívták egy időben úgyis, hogy a rally Grand Prix-a. Emlékeztek például Walter Röhle? Neki kellett speciális versenyülést tervezni, mert akkor a tökei vannak. Ő 83-ban, amikor a csúcsára ért az Audi és a Lancia rivalizálása a VRC-ben, akkor egész egyszerűen azt mondta, hogy ő nem hajlandó elindulni Finnországban, mert ő nem szeret ekkorákat ugratni. Azt mondta, hogy ha repülni akarna, akkor elmenne ejtőernyősnek. If I want to fly, I would be a pilot. Viszont a helyi legények azért mindig meg tudták mutatni. Ugye itt született Henri Toivonen, itt született Tomi Mäkinen, itt született Kalle Rovenpera, a VRC történetének legfiatalabb világbajnoka. Tehát ez a hely magában hordozza a rally sportot. Nem hiába van itt a Toyota World Rally Teamnek a központja, nem hiába fejlesztették itt a GR Yaris-t, és nem hiába hozták ide ezt a rendezvényt, az új autónak a bemutatóját, mert itt minden erről szól. A finnek tulajdonképpen az anyatejjel szívják magukba a motorsportot, akármennyire is elkoptatott ez a kijelentés. Most itt beszélgettem a 23 éves instruktorommal, azt mondta, hogy még mindig mennek a bengerbulik. Ezek olyan mindenféle ilyen kis fakitermeléseken, meg elhagyott kőbányákban rendezett hétvégi autóversenyek, ahol becsövezett, nem túl erős, de megbízható strapabíró Volvókkal, 200-asokkal, meg Amazonokkal nyomják. És az a lényeg, hogy van egy olyan szabály, hogy ha vége van a futamnak, minden autónak van egy névértéke, oda mehetsz bárkihez és megveheted az autóját, és ha valaki vételi ajánlatot tesz, kötelező vagy odaadni. Ez azért van, hogy ne kezdj el irgalmatlan pénzeket tolni a fejlesztésbe, hogy megőrizzék az olcsó motorsport jellegét, a népi jellegét, és hogy ne legyenek nagyok a különbségek az autók között. És tényleg, van, aki 8 évesen ülésmagasítóval, van, aki 60 évesen dioptriás szemüveggel, de az emberek hétvégente nyomják a népi motorsportot. Finnországban viszonylag nehéz összerántani egy orgiát, ugyanis nagyon kevesen laknak benne a területéhez képest, tehát a népsűrűség az 18 fő per négyzetkilométer, de hát ez nyilván senkinek nem mond semmit, úgyhogy inkább váltsuk át Magyarországra. Tehát ez az ország 340 ezer négyzetkilométer, majdnem a hatszorosa Magyarországnak területben, viszont a lakossága mindössze 5,5 millió fő. Ez ugye jól megalapozza a távolságtartást, megalapozza a magányt, és hát azt, hogy ilyen remek tevékenységeket tud csinálni az ember, mert hát most mondjuk ki, van hozzá hely. Ezt a rendezvényt ebben a Rantapiritti nevű házikóban tartják, ami hát egy ilyen kis étterem, mondjuk azt, itt a tópartján. És azért nagyon fontos a rally szempontjából, mert amióta Finnországban a finn rally, mint intézmény létezik, azóta a pilóták mindig itt szállnak meg, mindig itt. This is it. Kalle. He's the owner of the house, itt a ház tulajdonosa, és gyűjti ezeket a kegytárgyakat. Ez Rovenperának, akinek ott van a képe, szóval Rovenper a világbajnoki címénél ebből
a pezsgős üvegből locsolt, és ez a sapka volt rajta. És itt van az új GR Yaris, a 2024-es modell. Nagyon sokat dolgoztak rajta, tényleg, ahogy arról szó volt, a motorsportos visszajelzéseket vették alapul. Tényleg van, ahol dupla rácsozat van. A hűtők előtt vizes prisznit kapott a cooler, és 13%-kal megnövelték a ponthegesztéseket a karosszériában, valamint sokkal több ragasztót alkalmaztak, mint korábban. Szerintem már az előző is merev volt, mint a fagyott kutya lába, de ez az autó most már tényleg olyan, mint egy bunker. Megosztották azt az érdekes infót is, hogy amikor még az elődöt fejlesztették a bemutató előtt, akkor Latvala hevesen hajtotta itt a környező erdőkben, és tudott addig menni az autóval, hogy egyszerűen kiszakadt a hátsó futómű. Ugye tudjuk, hogy ez az autó csak nevében Yaris, nagyjából a B-oszlopig tart a Yaris padlólemez, onnantól hátrafele egy Corolla, mert hogy a Toyota Corolla hátsó futómű van beépítve, de ez sem egy szabvány Corolla, hanem egy nagyon-nagyon megerősített Corolla futómű, pont azért, mert Latvala addig hajtotta, amíg ki nem szakadt alóla. Na most, a másik nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy ez az autó itt, most, tulajdonképpen nem megvehető. Ez egy japán belpiacos változat, látjátok, rossz helyen van benne a kormány, ez a Kale Rovenpera Edition, ott túloldalon pedig a Sebastian Ogier Edition. Mindegyikből 100 darab készül, erősen limitált, nagyon sorban kell állni érte, gondolom kell valami benfentes Toyota-s kapcsolat, hogy megkapd. Ugyanakkor a versenyzők 10-10-et visszatartanak maguknak, gondolom befektetési jelleggel, ami hát már csak 90 elérhető példányt jelent. És ezekben az autókban vannak ilyen jópofa kisgegek, ugye ez itt például úgy lett lefényezve, mint Rovenpera sisakja, azon ott feltűnnek a francia nemzeti színek, kis francia zászló a műszerfalon és hasonlók, és ezen még van egy csoda szép ilyen Swannek jellegű állítható karbon hátsó szárny. Ami nem változott az az, hogy minden alumínium, minden szénszál, ami kívül van, vas tulajdonképpen a karosszériában található, illetve acél, és vannak itt még érdekes dolgok, ami mellett nem lehet elmenni. Mint az előző Yarisban, ebben is van hajtásmódválasztó. Na most ebben a hajtásmódválasztót azt úgy hívják, hogy Puskalle, utalva ezzel is Rovenperára, és van egy donut mód, tudjátok, amikor egy helyben pörögnek az autóban, mert ennek úgy módosították a hátsó diffiét, és úgy módosították a hajtásprogramot, hogy lehet vele egy helybe pörögni. Ide van írva, itt a gomb. Tehát ez egy olyan huligán autó, hogy megnyomod a gombot, és azt csinálsz, amit akarsz. Ott van amúgy Ogier autója, az megint egy picit más hangolást kapott. Ott Push Seb, Sebastian a gomb felirata, annak pedig ilyen tempósabb, kevésbé huligán, inkább gyors autós az összkerékhajtás hangolása, nyilván azzal is úgy mész keresztbe, ahogy akarsz, főleg szöges gumival, ha van. És szintén egy olyan újdonság, ami nem csak ezekre a külön kiadásokra, de az összes GR Yarisra vonatkozik. Most már spriccelheted vízzel az intercoolert, mint régen a VRX STI-ben, meg az Evo-ban, és kaptunk egy új műszercsoportot, ami most már nem analóg órákból, hanem egy teljes egészében digitális műszercsoportból áll, ami a versenyfelhasználásnál valószínűleg csodálatos, ami viszont érthetetlen, az ez a műszerfal. Én ezen nem tudok elmenni, hogy 2023-ban hogy keletkezhet egy ilyen műszerfal? Ha rossz indulati akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez az elém állított műanyag kuka, ez úgy néz ki, mint egy 1983-as Toyota Dynot kis teherautó belseje. Még szinte értem is, hogy mire akartak utalni, mert ha nagyon hunyorogva nézem, még bele is látom mondjuk a hacsirokút, de egyszerűen nem. Tehát, hogy ezt hogy lehetett átengedni? Tényleg korlátlanul tudok lelkesedni ezért az autóért, de hogy néz ki ez a műszerfal, könyörgöm? Oké, kellett ez a disznónagy kijelző, biztos, ha nagyon hasznos, de nem lehetett volna ezt egy kicsit bedolgozni, vagy íveket adni neki? Érthetetlen. Ami viszont tök jó, magasabbra került a visszapillantó. A csapatos autókba egész egyszerűen leszerelték lent a tavon, azért, hogy ne zavarjon a kilátásba, és lejjebb vették ezt is, kicsit javult az autóból a kilátás, kisebb a holtér, és még mindig nagyon kicsi az ülések, a gyári ülések oldaltartása, de most legalább jó 3-5 centiben lejjebb vannak. Az egyik legfontosabb változtatás nyilván a motor. Átdolgozták a szerepvezérlést, ahogy arról szó volt, mert ugye voltak ilyen visszajelzések. Tényleg nagyon komolyan vették a visszajelzéseket, ez látszik akár a motorsporttól, akár a hobbi felhasználóktól. Szóval, hogy voltak visszajelzések arról, hogy a szelepek magas fordulaton hajlamosak, főleg mondjuk visszaváltásnál, amikor püfölik a limitert, belebegni, ezért keményebb szeleprugókat kapott, egy kicsit variáltak ott szívócsatornáknál és hasonlók, de ez még mindig
a világ legerősebb háromhengeres motorja, ugye hozzácsaptak 20 lóerőt, meg 280 lóerő, meg 30 Nm, az 390. Háromhengeres motor 390 Nm-re. Te sem lennél a főtengelycsapágyak vagy a hajtórúcsapágyak helyében, de bírja, nagyon büszkén mutogatták a szétvert, elégetett, besütött, összehajtogatott vagy kiukasztott motorokat, mert hisznek benne, hogy jó autót úgy lehet csinálni, hogyha tudod, hogy mi megy benne tönkre, és nem elmaszkolod a hibát, meg nem is máshoz, hanem igenis nekiállsz, és kijavítod. Helyreállt a világ rendje, megkaptam a frissített autót 280 lóerővel, 390 Nm-rel és kéziváltóval. És végre nem állok bele a hófalba, mert amikor leszállok a gázról, van motorfékem. Biztos vagyok benne, hogy pályán gyorsabb lennék az automatával, de ezek között a körülmények között, amikor ennyit kell játszani az autó súlypontjával, azt egész egyszerűen jobb egy kéziváltóval, kuplunggal, szerelt autóval. Mert pusztán a gázelvétellel tudod áthelyezni az autó súlypontját. És ahogy előbb kiderült, ez az autó, ez kiméletlenül gyorsabb lett. Minden tekintetben, tehát nem csak a motorerő nőtt meg, javult a hajtáshatékonyság, és úgy összességében, akár azt nézzük, hogy mennyivel gyorsabb, akár azt, hogy mennyivel könnyebb irányítani, ez egy fejlettebb autó. Hát nem a levegőbe beszéltek. Előbb beszélgettem Ricsivel, aki azt mondta, hogy szerinte ez egy kicsit, ez már is sterilebb. Én nem sterilitásnak gondolnám ezt, hanem sokkal inkább annak, hogy ez az autó nagyobb tempónál lett játékos. Hiszen a mérnökök célja mindig ez, hogy gyorsabb legyen. És a játékosság ugyanúgy megvan benne, csak hát ki kell tolni a szemét hozzá. De hát nagyon furcsa lenne, hogyha egy ilyen autó nem lenne gyorsabb minden generációváltással. Hiszen tulajdonképpen ez az egyetlen dolga, és ezt remekül tudja. Talán a rally pilótákban élő Sisu, azaz finn harci szellem egy kicsit érthetőbbé válik, meg közelebb kerülünk a finn néplélet megértéséhez, hogyha elmondom Aimo Kuivonen történetét. Ő egy katona volt 1944 márciusában, ugye a folytatólagos háborúban, a finn-orosz háború második szakaszában, amikor is kimentek március hó közepén egy őrjáratra sítalpakon az osztagával. Viszont rajtuk ütöttek az oroszok, és elsodródott menekülés közben sikerült meglépnie, körbezárták őket, de sikerült meglépnie, és elsodródott az osztagától, viszont hogyhogy nem, nála volt a teljes osztagának szánt pervitin mennyiség. A pervitin igazából metamfetamin kristálymet, amit hát a katonák millió számra kaptak a II. Világháború alatt német oldalon, azért, hogy éberek maradjanak, hogy sokáig tudjanak figyelni, és hasonló jó téteményei vannak ugye ennek a csodálatos szernek. Na, és bevette az egész adagot. Egy héttel később találták meg 400 kilométerre arrébb, és emberünk időközben rálépett egy aknára, eltöltött néhány napot egy árokban, és ez alatt tobozokat és madarakat evett, hogy életben maradjon. Amikor megtalálták, 43 kilósra fogyott, és még mindig 200 volt a pulzusa. De túlélte! Ellenben, ha megnézitek a képet az emberről, tényleg úgy néz ki, mint aki a képébe röhögött a halálnak. Na de 1989-ben halt meg végkimerülésben, természetes halála 71 évesen. Beengedtek minket a VRT-hez, ez mostanra a Toyota, tehát a TMC, a Toyota Motor Company, mondjuk azt finn leányvállalata, a World Rally Team, és itt készülnek, itt szerelik össze, és itt fejlesztik a rally autókat. Nagyon sok mindent meg tudnak csinálni házon belül, sütögetnek kevlárt, 3D-szkennelnek, 3D-nyomtatnak meg egy csomó-csomó mindent, viszont van, amit ki kell szervezni. A motorok azok például Kölnből érkeznek, a váltó is külföldről jön, a gátlókat a Reiger szállítja, de a fejlesztés és az összeszerelés maga az itt történik. Nem nagyon mozoghatunk, mert egy csomó olyan dolog van, amit nem szeretnének megmutatni. Viszont mivel éppen csak hazaesett a csapat a svéd ralliról, ezért meg tudjuk nézni az autókat revízió alatt. Itt van például Ogier autója, de mivel nincsenek sokan,
ezért lehetőségünk van tényleg közel menni. Teljesen jogosan merül fel a kérdés, hogy egy ilyen autóban mennyi GR Yaris van. Na hát nagyjából egy kezünkön meg tudjuk számolni az alkatrészeket. Kilincs, ajtólap, tetőlemez, áoszlop, és ez a burkolat, tehát ennek nincs statikai eleme. Ettől eltekintve ez egy space frame, egy térhálós váz, egy egyedi padlólemezre felhegesztett, egyedi csőváz a rally szabályoknak megfelelően. Irgalmatlanul túlépített, láttuk belőle a félkész változatot, olyan hegesztések vannak rajta, annyira szeretném megmutatni, hogy tényleg az ember szíve szerint kitenné a falra dísznek, de nem lehet, meg hát nézzétek meg ezeket a brutál, egy tömbből leütött kovácsolt elemeket. Tényleg mindenen látszik, hogy kiszámolták az erővektorokat, hogy hatnak, és mindenhova annyi anyagot tettek, amennyire szükség van, és csak annyit. A Rally 2-es autókban még azért elég sok a Yaris, azoknak elég sok köze van a GR Yarishoz, azok a gyárból érkező Body in White-okból készülnek, tehát megküldik a technikailag az üres kasznikat, majd behegesztik őket, ezek teljes egészében itt készülnek néhány GR Yaris alkatrésszel. És milyen érdekes a Rally világa? Az utcai GR Yaris egyik legnagyobb ütőkártyája az volt, hogy hátra kettős keresztlengőkaros futóművet építettek bele, ami tökre nem jellemző ebben a kategóriában, a Corolláit vették át és alakították át, nyilván azért, hogy összkerékhajtású lehessen. Ugyanakkor a rally autóknál fontos az, hogy a négy darab brutális Reiger gátló, amit sajnos nem tudok megmutatni, szóval, hogy a négy darab gátló az bárhova beszerelhető legyen, tehát ne négyféle gátlót kelljen az autó négy sarkába szállítani, hanem csak egyfélét tartalékba, amit bárhova be tudsz tenni. Így ez az autó elől megferszom, és hát technikailag hátul is az. Van egy darab lengőkar, van egy csonkálvány, és abból nő ki egy brutális Reiger gátló. Nagyon sajnálom, hogy nem tudom megmutatni, de egy tömbből mart alul tömb a gátló alja, egy ilyen 30 centis elem, tényleg pokolian néz ki. És hogyha baj van, kiveszik, beteszik. Sokkal egyszerűbb, mint hogyha az autó leje és hátulja között ilyen szempontból műszaki eltérés lenne. Amit nem mutathatunk meg a WRC-n, azt megmutathatjuk a Rally 2-n, és itt nagyon jól látszik maga a különbség, hogy ez az autó még nagyon sokat használ az utcai GR Yaris padlólemezéből. Viszont például az ilyen elemeknél már látszik, mint ez a bekötési pont, ez egy bölcsőbekötési pont lesz szerintem, hogy azért nagyon messze van tőle, és nézzétek meg a rugótornyot magát, ahova bekötik a gátlókat, hogy ez viszont már megint egy acéltömbből lemart elem, amit utána ilyen egészen pornográf precizitással behegesztettek az amúgy rendkívül átalakított toronyba. Itt látszik igazán, hogy talán még egy fokkal nagyobb kihívás is a mérnököknek, hogy ragaszkodniuk kell a gyári autó dimenzióihoz, meg a gyári autó nyújtotta lehetőségekhez, de meg tudják csinálni, és azért tudjuk megmutatni, mert ezt már homologizálták, ez már ismert, itt nem tudunk olyat mutatni, ami esetleg tisztességtelen előnyhöz jutatja az ellenfeleket. Ezt a motort itt úgy hívják, hogy G14A, és hiába vagy otthon a Toyota motorokban, erről valószínűleg nem hallottál, hiszen ennek semmi, de semmi köze utcai motorhoz, ez az utolsó csavarig egy versenyzésre tervezett motor. 1.6, 4 henger turbo, ugye ez még értelemszerűen nem a GR Yarisnak a homoló motorja, 380 lóerős, 425 Nm nyomatékkal. Na most, ez a Gerett GTR2557R, ez 2,5 bárral tud tölteni, de mivel van rajta itt egy 36 mm-es szűkítő, egy restriktor, ezért nyilván nem tud annyit, mint amennyit tudna, de hát nyilván arrébb lehet vele menni, és ez az egész így mindössze 80 kg. Nagyon jó a power density, nagyon jó a packaging, meg a mindenféle angol motorsportos műszó, nagyon szép rajta ez a kis takarófólia is. Mivel itt vagyunk kint a nyilvános térben, itt meg lehet mutatni dolgokat, ez a Covid autó, ugye az a rally autó, aminek kvázi a homolog sorozata lett az eredeti GR Yaris, az első széria, és sosem tudott versenyezni, hiszen törölték azt a szériát a vírusra hivatkozva, utána pedig már új szabályozás lépett életbe, jöttek a hibrid autók, úgyhogy ez az autó sosem ment versenypályán. És így, hogy itt áll az utcai mellett, így látszik, hogy mennyire de semmi köze a kettőnek egymáshoz. Eleve ha belenézünk itt, ugye kinyitották az elejét, látszik ez az irgalmatlanul túlépített, nagyon-nagyon masszív rugótorony. Aztán látszik, hogy ezt nagyjából a hátsó ülésről vezetjük. A hasmagasság, a hátsó futómű kialakítása, a brutál gátlók, a minden. Hát ez egy versenyre épített célgép. Nézzétek, milyen fasz a kipufogója.
Szinte minden ilyen élményautós videóban előjön az, hogy mennyire szomorú, hogy ezek az autók eltünedeznek, de aztán mindig átsúszik még valami a szitán. Azt gondoltuk, hogy a GR Yarisnak sem lesz utódja, de nézzétek meg, itt van a frissített verzió, a vadabb, mint valaha. Szóval azt gondolom, hogy egyelőre még nincs sok a pánikra, ezek az autók még jó sokáig köztünk lesznek, hát ha még lesz olyan példány, amit meg tudunk venni a használt piacon. És ha már itt vagyunk, akkor csak annyit mondok, minden jó, ha jó a vége.